Na sziasztok srácok, egy Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, ahol is nem más fogunk megnézni, mint az előző résznek a folytatását, ugyanis csináltunk egy olyan sorozatot, illetve csináltam egy olyan sorozatot, nem tudom miért beszélek többes számba. Na mindegy, csináltam egy olyan sorozatot, hogy időutazás, és ugye ezt néztük meg, nagyon érdekes kommentek jöttek rá egyébként, már-már egyébként, volt egy-kettő, ami tök jó volt, elolvastam egyébként mindet. Na mindegy, az a lényeg az, hogy folytatjuk a következő résszel, ahol a top 10, illetve most már a top 9 időutazást fogjuk megnézni. Hát nem tudom, csapjuk bele, és nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit tudnak még nekünk újat mutatni? Ha még nem láttad az előző részt, akkor mindenféleképpen nézd meg azt is, mert igazából úgy érdemes a kettőt összenézni. Ott van live-nak a leírásában, live-nak, videónak a leírásában. Úgyhogy csapjunk bele. Na lessük, 9. Oké, okay, autópálya. Csillognak az autók. Jönnek, mennek az autók. Ott azt én láttam úgy, vagy tényleg valami eltűnt, valami autó volt. Na biztos lefogják nekünk. Láttad? Igen, bal oldalt lent. Észrevettétek egyébként? A bal oldalt lent ott eltűnt valami. Ó, aha. Itt látom én is. Figyelj, figyelj, figyelj. Azt hiszem most lesz valahol. Nem? Furgon? Ott. Eltűnt. Wow. De wow. Aha, az volt az az autó. Itt jön, még jön. És a vonalnál... Aha. Hát fénylik és eltűnik. Igen. Tehát előszeretettel alkalmaznak effektet a különböző vágásoknál, hogy még véletlenül se tűnjön föl az a része. Nem tudom. Jó. Igen, ezek a villanások mindig. Mindig olyan jók. Nem? Tehát, hogy így... Igen. De annyira látszik, mint a mögötte lenne egy effekt, nem? Tehát így látszik, hogy ott valami bevillan a bicikli mögött. És még nem homályosodik, még mindig nem homályosodik, jön a villanás. Oké. Okay. És miért villanás van az időutazásnál? Miért nem mondjuk egy hatalmas nagy kacaj? Most mondtam egy példát. Vagy miért nem rózsaszín szívek jönnek ki a fákból? Vagy a levegő miért nem torzul el? Vagy nem tudom, tehát miért pont villanás, ami nagyon sok mindent eltakar. Aha. Igen, mondja is egyébként, hogy miért villan. Hát ez megválaszolatlan. Aha. Jó. Oké, okay. Hát akkor kösz a kérdésekre a választ, tesó, köszi szépen. Jó van akkor. Jó, oké, okay. Na, belement a fénybe. 7. Welcome to Apex TV. Today we take a look at an ancient Greek sculpture of unknown authorship. It is believed that this sculpture was made at around 1 BC. Lord. Na, az ilyet, megmondom őszintén, az ilyet elhiszem. Tehát ezek azok a dolgok, amikre azt mondom, ezt nem láttam ezt a szobrot, vagy ezt a nem tudom mi ez. Vájást, vagy faragást, vagy vésést, vagy nem tudom honnan hívják ezt. Jó, mondjuk az USB port nem kerek. Oké. Okay. Lehet, hogy az valami csatlakozó volt az emberek agyában, nem? Does this ancient Greek sculpture show a real laptop? Be sure to leave your thoughts in the comments below. Jó, na ez egy kicsit, erre megállunk egy kicsit, az érdemel pár szót. De tulajdonképpen volt egy régi ilyen régészeti csoda, ami alapján találtak egy ilyen, hát nem is tudom, faragást, vagy mindegy, nem tudom, hogy hívják, nem jut eszembe az a szó. A lényeg az, hogy találtak egy ilyen objektumot, nevezzük objektumnak. Ez az objektum igazából egy tök jó kifaragott cucc, amit igazából én még soha nem láttam sehol. Tehát nem mutatták semmilyen tévébe szerintem, nem lehet turista látványosságként megnézni, úgyhogy most legalábbis én gondolom, de hogyha valaki meg tud benne cáfolni, hogy ez tényleg valahol ott van, valamelyik, nem tudom én, kútnak a mélyén, vagy valahol, akkor azt mondom, király és gyerekek, nagyon királyek vagytok, felfedeztük tényleg, hogy laptopot használtak már a nem tudom milyen korban is, viszont szerintem ez egy kép.
egyébként megcsinálva, de ha nem így van, és tényleg ott van valami, az egy tényleg egy laptop volt, azért nem hiszem, hogy a smink, de mondjuk lehet, hogy még a sminkészlete is volt, nem tudom, itt tartja a sminkészletet a csajnak, és akkor nem tudom, furtak rá a régészek két lukat, hogy aha, igen, akkor lehet, hogy még körül akkor USB-k voltak, igen, de most nem tudom, az a baj, hogy most nem tudom, hogy melyik 2.0-as vagy 3.0-as USB van rajta, ezt majd még meg kell fejteni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez, hogyha tényleg igaz, akkor az egy baromi nagy dolog, és akkor erre azt mondom, hogy ez talán még igaz is lehet, így nem tudom. Kíváncsiak, írjátok le a véleményeteket. Szokásos CCTV kamera, ez most Bostonban van. Oké, repül a repülő. Hol a villogás? Hol a fény? Oké. Jó. Egy gondom van ezzel a videóval. És akkor szerintem itt... ez meg van magyarázva. Ez kamu. Ez full kamu. Mert pedig azért, ha megnézzük az elejét, gyakorlatilag a videónak a minősége az picsa szar, mint egyébként az összesnél. Oké, hogy ki van zoomolva, persze, rendben van, de azért maradjunk annyiba, hogy egy szarabb videót sokkal könnyebb editelni, és látványosabbat tenni. Csak az egy probléma van ezzel a videóval, hogy a fény az sokkal szebb, mint a videó maga. Ergo, nem hinném, hogy az egy videó lenne a kettő, sokkal, de sokkal tisztább a videónak az a része, amikor befénylik az egész, legalábbis a fény. Szar a minőség, és akkor egyszer csak megjelenik egy tök király frankó villogás. Szóval ez így. És az a baj, hogy ezek a kamuk, ezek az egészre rányomják. Tehát lehet, hogy tényleg van benne, nem tudom, 100-ból egy, ami igaz, de elnyomják az egészet, mert egyszerűen ez annyira egyértelmű. Hát ilyet még én is csinálok. Sőt, talán még lehet, hogy jobbat is. Na mindegy, ez az én véleményem erről jelenleg. Na, megjelenik egy kecske? Nem láttam. Mit kellett volna nézni? Gondolom autók tűntek el. Mit kell nézni? Én esküszöm, én itt figyeltem a képernyő közepét. Mi mindig nem látom. Jó, gondoltam, hogy az autó lesz. Nem volt fény. Na, mégre. Aha. Ez egy teleportáció? Bizonyíték? Ki tudja? Nem tudom. Viszont hasonló autón van nekem is. Nem tudom, meg kéne nézni az autónak a hátterét. Rájövünk. Oké. Nem tudom. Nem nagyon láttam egyébként szerkesztési maradékot, de az a baj, megint szar volt a minőség, tehát... Lol. Ez nagyon zsivány, gyerekek! Ez nagyon zsivány! Most már elmészetek az előző részben? Aki nem látta az előző részt, ott van a live-nak, a videónak a leírásában. Ha jól emlékszem, ott egy galamb, vagy egy madár teleportált, illetve időutazott. Most egy kutya! Most egy kutya! Lehet, hogy nem is... Tudjátok, az első élőlény, aki a holdra szállt, az egy kutya volt. Nem? Azt hiszem, legalábbis, de... hát lehet, hogy most akkor az első időutazó is egy kutya volt? Lehet, ide küldtek egy kutyát. Lehet, ide küldték Borzit. Vagy lehet, hogy ő járt a holdon is. Oké, na most mi volt? Mert most pont nem figyeltem. Aha, jó, a bicajos papa. Hívjuk Józsi bácsinak. Jó, Józsi bácsi felszáll a biciklire, elkezd tekerni. Hát, elég érdekesen teker a fater, de mindegy, teker, a csávó röhög. Oké, és mit csinálsz? Most mi van? Jó, teker a faszi. De, ne, ez most mi? Ezt nem értem. Mi történt itt? El kéne olvasni akkor.
Oké, okay, ez is egy teleportációs dolog. Oké, okay, rendben van, tök jó. Ja, jó, oké, okay, most már leesett, oké, okay, tehát hogy nem volt nyoma, hogy a csávó előjön, viszont hát bevágták a faszi mögött. Na jó, nézzük akkor meg most egyben még egyet, tehát most azt kell nézni tulajdonképpen, hogy ugye nem jön el a csávónak a bal oldaláról, hanem egyből a csávó mögött jön ki. Jó, ez tök király, csak az nem tudom, most lehet, hogy én vagyok ilyen kötözködő, beleteszi zsebre a kezét, nagyobb teret takar ki. Macska. Gyerekek, ennyi időutazós állatot egy rakásra. Szokás, hogy CCTV, várjál, CCTV security kamera. Nézi a lábtörlőt. A lábtörlőt nézi. Oké. Okay. Magyarán most már nem is embereket figyelnek meg, gyerekek, hanem lábtörlőket. Jó, eltűnt a macska. Vov. Aha. Hát ez tök király. Gyerekek, mondja már meg valaki, hogy egy titkos CCTV-s kamerával miért a lábtörlőt nézzük. Ezt árulja el nekem valaki. Kérlek, kommentben várom erre a válaszokat, hogy szerintetek milyen oka van annak, hogy egy titkos, világtól is elrejtett és titokzatos kamerával miért egy lábtörlőt nézünk. Meg egy csövet, ami nem tudom milyen cső, de nem is akarom tudni. Lehet, hogy bújik ki a kis ördög. Aha, hú, a macska nagyon néz valamit. Lehet, hogy már félig a jövőbe van. Aha, jó, jó, oké, rendben. Elhisszük. Elhisszük. Ja nem. Aha. Aha. Húha. Hát ez nagyon jó. Ez mindenféleképpen egyértelműen bebizonyítja, hogy ez a macska, ez egy teleportációs macska. Teleportáción átesett macska. Biztos vagyok benne, gyerekek. Köszönjük. Na nézzük az elsőt. Hihetetlen. Egy borjú lesz. Nem, egy kuka. Jó van. CCTV security. Ez a CCTV, gyerekek, mindenhol ott van. 2016 első 30-a. Ez a CCTV, komolyan lehet, hogy kinézek mindjárt, hogy minket is figyelnek-e. Mindenhol security kamerák vannak, gyerekek. Uha, az igen. Terminátor! Te vagy az? Ő is így érkezett le nagyjából, csak ő legalább még füstölt is meg, meg nem volt rajta ruha. Aha. Na, húha, ott valami nagyon nagy villog. Na, érdekes, érdekes, akkor ez egy másik fajta teleportációs dolog lehet, mert itt már csíkok vannak. Aha, tök jó. Aha. Érdekes. Érdekes. Ez tetszik, szerintem ez a legjobb egyébként. Ebben legalább nem volt, mondjuk ebben is voltak ilyen effektek, meg mit tudom én, de ez legalább, nem tudom. Ez legalább jól meg van csinálva, vagy nem tudom, nem tudom. Legalább foglalkoztak ott a kiírással is fönt. Aha. Jó. Oké. Okay. Na, srácok. Kíváncsiak a véleményetekre. Komolyan, írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek ez valós, vagy nem valós, vagy fail, vagy nem fail, vagy szar, vagy nem szar. Kíváncsiak a véleményetekre, írjátok le kommentbe. Akinek tetszett a videó, mindenképpen nyomjon egy feliratkozást, és csapassatok egy lájkot is a videóra, és hát legközelebb találkozunk egy legközelebbi lájkban, vagy egy videóban. Én Jussu voltam. Sziasztok!